Csajok, hoztam nektek egy csodaszép anyukát, aki végre örül annak, hogy egy picit kiszabadul, és egy kicsit magával törődhet, úgyhogy most azt hiszem, hogy kimeríted az összes ilyen lehetőséget, tehát kipróbálod a színeket reményeim szerint, meg a formákat, csilli-villi, hogy most szuper csajos legyél. Hát ez így van, én már másfél éve nem jutottam el körmöshöz. Na tessék! Úgyhogy kértem is a Bettinát, hogy valami olyasmit tegyen fel, ami a legtovább tart, hogy itt lehessek veletek minél tovább. Úgyhogy igen, ez most nagyon jókor jött. Tamarának végül is választottunk egy fagyikéket. Így van. Sok kékből. Igen, ez egy különleges ilyen türkizes kék árnyalat. Ugye már sokszor említettük, hogy 2020-nak a színe az a kék. Illetve a kéknek ugye bármilyen árnyalata nagyon-nagyon trendy tud lenni nyáron, de a fagyi színek azok az igazán bájos színek, amit mondjuk például egy anyukának is el tudunk készíteni. Nagyon szép árnyalat, és más fagyi színek, mint például ez a visszafogott barack szín, egy ilyen pasztel barack, vagy a pasztel rózsaszín, nagyon-nagyon trendi és divatos. És ezeket kombinálni is lehet? Így van, kombinálni is tudjuk, vagy akár ombre hatással el tudjuk készíteni, össze tudjuk mosni, illetve fel tudjuk dobni különböző ilyen köröm kiegészítőkkel, amit most is alkalmazni fogunk. Most, amit használni fogunk, az én nagyon nagy kedvencem. Ez egy ilyen vékony kis fémlapocska, ami ilyen holok színekben szikrázik, és hogyha így a teljes köröm felületére helyezzük fel, akkor szerintem már messziről megcsillámlik rajta a fény, és ugye nyáron a vízbe ez még jobban látszik. És minden színhez passzol. Így van, mivel hogy ugye ahogy megcsillan, több szín is megcsillan rajta, így számtalan színhez tudjuk ezt passzolni. Mi újság most a munkával? Hát nyilván két gyerek mellett nem ez a prioritás. Így van, de én elkezdtem egy saját vállalkozást, amit elég hamar feladtam, konkrétan így az indulás előtt. Tehát már minden megvolt, már a honlapom is megvan egyébként, de mégis azt éreztem, hogy ezt az időt teljesen elvenném a gyerekektől, úgyhogy ezt nem szeretném. Ahogy bölcs is lesz a kislányom, úgy reményeim szerint, hogy akkor el tudok vele így indulni. Elárulod, hogy mi a profilja a vállalkozásnak? Baba dolgok. Picit Bettina, hogyha mondanál egy pár szót a díszítésről. Igen, hát ugye Kati mondta, hogy egy ilyen diszkogömb-szerűség lesz, hát én gondoltam, hogy azért... Nem. Én mondtam! Ja, te mondtad? Én mondtam! Ó, hát na, akkor mindegy, a lényeg az, hogy diszkogömb a körmökön, az meg lesz. De ez mellé mindenképpen képzeltem egy kis nyárias mintát, ezért egy virágot is belecsempésztem, és arra gondoltam, hogy akkor a virágok szirmaiban szintén jöjjenek vissza ezek a kis metállapok, ami nagyon jól fog kinézni, ráadásul azért, mert itt egy más effekttel lesz, hiszen ez a körme matt lesz. Úgyhogy itt nem fog annyira diszkósan csillogni, hanem csak szépen picit így a háttérbe, és tényleg annyira látványos, hogy akár kezdők körmösök is nyugodtan próbálhatják, mert rendkívül gyors és tényleg nagyon látványos minta. Tamara, nézd csak meg ezeket a diszkógömbös körmöket, hogy milyenek lettek. Diszkógömbös virágos körmök. Igen, igen, igen. Úristen, fantasztikus. Nekem még soha nem csinált senki ilyen gyönyörű szép körmöket. Ja, most mondd meg, Bettina. Hát örülök neki. Már maga a lapkozással is lenyűgöztél. Nagyon örülök neki. Köszönöm szépen. Örülünk neki, hogy egy kicsit ki tudtunk szabadítani otthonról, de hát mondtad, hogy 45 perc alatt kell, hogy végezzen a körmösöt. Benne voltunk? Majdnem, de most meg úgy érzem, hogy még egy kicsit így maradnék.